Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, az Arany 17 rendezvényközpontból jelentkezünk. Beszélgető társam pedig dr. Szekeres György, a komáromi Rotary Klub jelenlegi elnöke. Komáromban az egészséges életmód, a mozgás és ennek terjesztése és népszerűsítése nagyon nagy szerepet játszik. Jelenleg is itt a háttérben zajlik az autómentes nap, amelynek keretein belül többek közt szintén vannak egészségügyi előadások, és az Arany 17 rendezvényközpont a közeljövőben a komáromi Rotary Klubnak is otthont ad egy általuk és az Országos Rotary Klub által szervezett nagy volumenű rendezvényre. Mik a részletek, doktor urat kérdezem. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Valóban ez a magyarországi Rotary Kluboknak a rendezvénye, amire a komáromi Rotary Klub azonnal rácsatlakoztunk. Mint tudható, a stroke azért a mai kornak mondhatni már lassan népbetegség, és pontosan az aktív korosztályt érinti nagyon, tehát a fiatal és az idősebb középkorúakat is. Nagyon sok tolókocsiba kényszerült, vagy önmagát ellátni képtelen, vagy esetleg elhalálozott társunk a stroke-nak az áldozata. Mint orvos nekem ezt tudnom kell, de azt hiszem, hogy a hallgatók is tudják, hogy a leghatékonyabb gyógyítás az a megelőzés, tehát a prevenció. Ezért is ez a cím ennek a nagyon színes és interaktív rendezvénynek, hogy stroke megelőző délelőtt, tehát ez október 12-én, szombati napon 9-től 13 óráig tart. Néhány szóban ismertetném a programot, megköszönve mindazoknak, akik első szóra rögtön a segítségünkre voltak. 9 órakor lesz egy kis megnyitó, utána dr. Ilnicki Sándor előadása a stroke-ról és annak megelőzéséről, ez egy videóvetítés lesz. Stresszoldás Szabolcs Andival alternatív egészségmegőrző terapeuta. 10 órától 3-1-2 Meridian Szilárd Judittal. A jóga pozitív hatása és Simon Anett előadása és bemutatója. Utána életmód és táplálkozás Lelovics Boglár előadása, az újraélesztés és a defibrillátor használata Kurdi Balázs mentős gyakorlati oktatása, 12-től az Észak-Komáromi Örömtáncsoport bemutatója és ösztánc. A Magyar Vöröskeresztnek, akinek ezúton is köszönöm, és aki éppen jelenleg is itt van a helyszínen, Olá Gábor vezetőjével, aki vércukor, koleszterin, EKG, húgsav, érszűkület, demencia és testtömegi indexmérést is végeznek, és ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik első hívószóra azonnal jöttek. A testképzés, a Csapó Dorina nevével fémjelzett program, akinek az előadója Lelovics Boglárka lesz. Szeretném megköszönni a Kárpusz B ambulanciának, a Kurdi Balázs mentős barátomnak, aki a gyakorlati bemutatót és a betegségnek a lényegét is ismertetni hivatott, és szeretném megköszönni a Észak-Komáromi Örömtáncsoportnak, és nagyon-nagyon szeretném megköszönni a Magyar Vöröskereszt Komáromi Szervezetének, személyesen Olá Gábor vezetőnek, hogy azonnal a programunk mellé állt, a program mindenki számára ingyenes. És tudjuk, hogy ingyenesek a programok, 9 órától kezdődnek. Meddig tartanak majd? Regisztráció előzetesen szükséges-e? Illetve hol tájékozódhatnak még a programokról az érdeklődők? Regisztráció nem szükséges, nyugodtan lehet jönni. Reméljük, hogy egyrészt lesznek annyian, hogy a termet megtöltsék, de nem lesznek olyan nagyon sokan, hogy kimaradjanak belőle. De miután a többi termekbe itt szűrések is folynak, tehát eléggé szerteágazó maga ez az egész délelőtt. Én bízom benne, hogy mindenki megtalálja azt a részt, ami őt érdekelheti, vagy leköti a figyelmét, legyen az előadás, valami gyakorlati bemutató, esetleg néhány táncos mozdulat, vagy torna gyakorlat, vagy étkezési tanácsadás. A célkorosztályunk, ahogy szokták mondani, a 0-tól 100 éves korig, gyakorlatilag az úgymond aktív korosztály a leginkább a célközönség, mert ők talán egyik legveszélyeztetettebbkor. Különösen oda kell figyelni, akinek eleve más alapbetegsége van, egy magasabb koleszterinje, cukorbeteg, elhízott, mozgásszegény életmódot folytat. De azt hiszem, ezeknek közismert dolgok, ha nem, akkor mit majd megtudják és megismerik. Vannak-e internetes platformok, ahol fönt vannak már a programok? A plakátunk most készül, tehát lesz papír alapú plakát is, lesznek ilyen kis alakú szórólapok is, amit igyekszünk terjeszteni, és nyilvánvalóan a Facebook és internetes platformokon is szeretnénk megjelenni vele. Jelen pillanatban már a nyomdában a program, rajta lesznek a támogatóink, együttműködői partnereinknek a logói is, és hogyha elkészült, akkor mind a televízió, mind a podcast részére ezt mellék fogjuk, és reméljük, hogy mindenki, akit érdekel, értesülni tud a dolgokról. Az egészség nem minden, de egészség nélkül minden semmi. Magyarul, ha egészség van, minden van.